Üdvözöllek! Elképzelhető, hogy veled is előfordult már, hogy valahol megláttál egy neked tetsző szép színt, amit aztán esetlegesen később szeretnél volna felhasználni valamilyen grafikus programban, legyen ez Photoshop, Illustrator, GIMP, vagy éppen akármilyen másik program. Ez esetben a dolgod nem túlságosan egyszerű, hiszen később emlékezni rá, vagy előállítani pontosan ugyanazt nem túlságosan egyszerű. Ilyenkor jöhetett esetlegesen az szóba, hogy lefényképezted. Most egy hasonló alkalmazást néznénk meg, amely Androidhoz ingyen elérhető. Ez is hasonló elve működik, csak azért ennél jóval kifinomultabb megoldásokat kínál a számunkra. Ez a ColorGrab nevet viseli, hogyha a Google Play-en rákeresel, akkor hát ilyen néven fog szerepelni, amint látható. Nekem már egyébként telepítve is van. És akkor ezt én el is indítanám, te meg majd akkor telepítsd. Tehát akkor a megnyitás. Ahogy elindítjuk ezt az alkalmazást, látható, hogy rögtön elindul a színek felvétele, hogyha valahol ott tartjuk a telefonunkat. Vagy hát éppen egyéb eszközünket. Látható, megjelenik egy ilyen pipa, és ilyenkor, hogyha kattintunk ide a színre, akkor ezt el is menti véglegesen. Megcsinálta, ide kattintunk, itt mutatja is egyébként, hogy ez a szín elmentésre került. Ilyenkor ezután gyakorlatilag semmi más dolgunk nincs, mint hogy ide kattintsunk alulra, erre az eszköztár ikonra, és itt rögtön itt van nekünk ez a két szín. Itt megadja a színkódokat is, amint látható, RGB formában, illetve, amint látod, kóddal is. Ezt mind a kettőt tudjuk alkalmazni a különféle grafikus programokban. Hogyha valamelyiket kiválasztjuk, rányomunk, akkor előjön néhány lehetőség. Egyrészt ugye itt van a szerkesztés, talán az egyik legfontosabb. Tudjuk módosítani, amint látható, és utána vagy az eredetit módosíthatjuk, vagy ezt pluszban, amint látható, hozzáadhatjuk a színekhez. Tehát ezeket szabadon lehet itt módosítgatni, amiket felvettünk színeket, illetve amint látható, ezeket törölhetjük is. Ilyenkor amúgy megjelenik egy ilyen segítség. Látható, hogy itt a kamera ikon, azzal tudunk színeket felvenni akárhonnan. Aztán itt van ez a kép ikon. Hogyha ezt választjuk, akkor az elmentett, már kész képeinkről vehetünk fel színeket. Illetve van ez a Mix Colors, ezt megnézhetjük éppen. Itt egy ilyen színt előállíthatunk, és akkor a pikre kattintva látható, itt megjelenik ebben a listában. Ezt most kitörlöm, illetve generálhatunk színeket is, amint látható, erre kattintva. Pick, beállítjuk, és akkor hát látható, hogy a színek egy egész kollekciója jelenik meg. Ez sem egy rossz dolog amúgy. Most ezeket megint kitörlöm innen, azért. Illetve hát látható, hogy ezzel tudjuk szerkeszteni a színeket. Most akkor előállítok néhány színt, mondjuk ezzel, pick. És látható, itt még néhány lehetőség megjelenik, ezzel ki tudjuk tenni teljes kijelző méretre, így akkor egy nagyobb méretben meg tudjuk nézni a kérdéses színt. Szóval a következő lehetőség, háttérképként fel tudjuk használni, hát az inkább ugye háttérszín, most ezt nem szeretném. Aztán van a következő lehetőség, meg tudjuk osztani ezt a színt különféle lehetőségekkel, például magunknak el tudjuk küldeni e-mailben. Az mondjuk nem egy rossz dolog egyébként, de most ezt nem szeretném. És itt volt egy másik lehetőség, itt alul látható volt, hogy a vágólapra is másolhatjuk. Aztán itt van a következő, ezzel szintén a vágólapra tudjuk másolni az éppen kijelölt színt. Hát ez igazából úgy működik, hogy gondolom azért nem egy rossz dolog. Ezzel nagyon könnyen el tudjuk menteni azokat a színeket, amiket akárhol járva éppen meglátunk, majd később fel is tudjuk használni, és akár ugye e-mailben is elküldhetjük magunknak. Illetve van itt még egy lehetőség, ezt nézzük meg. Látod, hogy ezzel exportálni tudjuk, például az Adobe saját formátumában, de vannak itt még egyebek, például a GIMP formátumában is tudjuk, vagy éppen a Corel formátumában is tudjuk, vagy szimpla TXT-ként is el tudjuk ezt menteni, és akkor később a számítógépünkre akár áttehetjük egy egyszerű szöveges fájlban. De mint látható volt, akár e-mailben is elküldhetjük magunknak. Szóval, hogy eléggé jól támogatja a különféle lehetőségeket ez az alkalmazás.